állítottam félre semmit. Na hát akkor, ha minden igaz, akkor elindult a közvetítés, legalábbis telefonon már így látom, úgyhogy akkor üdvözlök minden kedves nézőt, Turbó Tomé vagyok, itt vagyunk a Medium Group szezonnyitóján Hungaroringen, és nem egyedül vagyok, ugyanis itt van velem régió cimborám, Lightpence is. Üdvözlök én is mindenkit, hát 1000 éve nem volt mindenkit ez a dolog, hát mondjuk kommentálni sem voltam már 1000 éve, de új szezon, új én, ugye betettünk azért Hargreave-ba is egy kis. Ki van pipával kis négyzet? Milyen kis négyzet? A partiban. Ja, most már jónak kéne lennie. Akkor nézzük meg most. Na szóval, elméletben most már én is működöm, igen, most de már azért működöm. Most már remek. Na szóval, üdvözlök mindenkit én is, itt Lightpence, és hát ugye ez a duó 1000 éve nem volt már így együtt összeállva. Mondjuk az is igaz, hogy 1000 éve nem kommentáltam, egy jó hónapot, másfélet kihagytam, de új szezon megkezdődött, és most már tervezem a visszatérésemet. És nem máshol vagyunk így szezonnyitó, mint a Hungaroringen, ahol 15-en összegyűltünk. Azért az nem a legvastagabb, azt hiszem ez a leggyengébb létszám így a három grup között, de Tomi, ebbe erősíts meg. Talán igen, azt hiszem ennél lehet a szofton is többen voltunk, na és közben jön az információ, hogy jó hang és esős lesz a futam. Na hát ez nagyszerű hír. Nagyszerű hír, és egyébként, ha esetleg valaki médiumos nézi, és még nem tudott becsatlakozni, akkor SMN MRC-t jelölje be, ha még esetleg nincsen, és rá tud majd csatlakozni. Ugyanis most másik profilról vagyok, és nekem nincsen meg senki sem ismerősnek, barátnak, úgyhogy SMN MRC-t keressétek. De rám ugyanúgy lehet joinolni. Vagy akár Lightpence, vagy igazából itt láthatóak, hogy kik vannak bent, és igazából bárkit, ha bejelöltök, akkor be tudtok jönni. Így remélem van. Azért Közben nincsenek sokan ilyen problémában. Figi közben lesz Cigit a legelső, láthatjuk, ahogy aki. Az Alpint gurítja. Így van. Hát azért meg kell szokni az új csapatokat, a pilótáknak. Cigit sem láttam Alpinban eddig. Most már ez is megtörtént. Igen, ugye sok az újdonság, mint ahogy most említetted, ugye például Cigi az Alpinban, de ugye egyébként is Hardban volt eddig. De például itt van régió csapattársam Kotvis Dominik is. És azért vannak újdonságok, miközben Cigi megkezdte az időmérő első mérkőjét, úgyhogy akkor végig is szeretném kommentálni. Az első kanyarba nagyjából 70 méter környékén fékez, majd ahogy betapad az autó, kigyorsításon már nyitja, és a DRS-t áll a gázon, 50 méternél rálép a fékre és befordítja az autót a kettesbe, onnan kicsit szélesen gyorsít ki. MRC össze is törte azt a Mercedes-re, ezt láthattuk a hármas kanyar kijáratán. Cigi pedig egyelőre csak gurítja az Alpint, ez még nem egy olyan gyors kör, megvan a 4-es, 5-ös kanyar, az első szektort már rég befejezte, majd érkezik a sikánhoz, a 6-7-eshez. Itt is azért bejáraton kicsit többet vágott talán a keleténél, aztán picit benne hagyott, majd itt a hát gyorsabb sikán, vagy S kanyar, kinek hogy tetszik, azon is átgurítja az autót, majd a 2-es szektor záró alézi kanyar, egy tempós, jobbos, 220 környéki tempóval veszik az autók, és ahogy megkezdi az utolsó technikás szektort, meg volt az első jobbos, majd ez a visszafordító is Cigitől, és rá is fordul az utolsó kanyarra, amit ebben a pillanatban el is hagy. Az időmérő első kör egy 1.17.500, nem bocsánat, 1.17.602. És a Szár Kristóf ebben a pillanatban meg is dönti egy 1.16.965-tel, és Humbasz pedig kettő pilóta közé befér egy 1.17.905-tel.
462-es köridővel, hát azért még ezek az idők messze vannak a pole pozíciót érő időktől. Valószínűleg még lesznek gyorsabbak is, igen. Szerintem egy 16 alá egyébként lesz, aki bemegy. Krassi meg is közelíti ezt, 16-2-vel. Közben drága a csapattársad Kotvics így megnézte itt a bukóteret. Igaz, hogy csak elengedi a pilótákat. Kíváncsi, hogy a Williams-szel jobban megy-e majd neki, mint ment az Alfa Romeo-val, itt pedig a csapattársa érkezik mögötte. Szerző. Ugyanis, hát ahogy elnézem, szár nélkül közlekedik a érkezett. Pályán. Úgyhogy hát szerző valószínűleg a boxba fog érkezni, de valószínűleg Kotvics Dominik is, így igaz, hogy akkor szépen feltartják egymást, Macsaradani pedig még közelebb körül az 1.16.0-ához, de még nem megy be 1.15 szóval még nem megy 1.15-ös kört, szerintem egyébként Loránd most egyelőre a negyedik helyen 16.400-zal, ő tartom a legesélyesebbnek a pole pozícióra, illetve még a futam győzelemre is esélyes lehet, ugyanis ő pénteken részt vett a soft futamon is, ahol az időmérőn talán negyedik lett, vagy ötödik, egy 15-5-ös idővel, azt hiszem. Úgyhogy neki ez elég erős pályája. Igen, akkor valószínűleg a pole pozíciót érő idő az nem 16-0 lesz, ha Loránd azt az idejét képes lesz itt is megfutni. Ha össze tud pakolni egy kört, akkor ő biztos, hogy esélyes lesz. Bár én Kevinben is látom a potenciált, és igen, ötlek, ő is ott lehet, is esélyes Loránd lehet. Mögött. Ő is ugye általában elég jól megy, most nemrég meg is szerezte első győzelmét is ugye az F1 22-es játékban, legalábbis itt a Soft Medium Hard Groupban, ugye még az előző szezon végén Jeddában. Most viszont még nincsen mért idő a neve mellett, hamarosan ezt megváltoztathatja, még nagyjából másfél szektor választja el gyors köre kezdetétől. Miközben állod, gyors körön van már Ferrari színekben. És így őt is elfelejtettük megemlíteni, hogy akár ő is esélyes lehet a pole pozícióért. Igen, állod is gyors lehet, és eljött, mert külön azt is ki lehet emelni akár, bár az első szektora most nem lett olyan jó, hogy ugye indul a soft groupban és a medium groupban is, mint állandós, és mindkét csoportban Ferrari színekben versenyzik, úgyhogy ezt neki nagyon jó ki lett így találva. Szerencsés. Szóval most kicsit kopottassak már a gumik, ugye nem az első köre rajtuk, úgyhogy valószínűleg ez még nem lesz egy világot megváltó kör, de aztán ki tudja. Tud majd azért egy top 6-ba szerintem be tud majd menni. 17 alá szerintem láthatjuk majd bekúszni ezt a Ferrarit. Legalább ez egy 16-8-as. Kör is akár lehet belőle. Hát picit azért 0,3-del eltévesztettem a dolgot, de kopott lányokon ez a 1.17.10 110, bocsánat, nem rossz köridő, én úgy gondolom. Meg be is jön Carlito elé. Miközben Apexnek elvett köre van, szóval Apex még mindig nem fog tudni körte oktúz, de viszont a Williams-es szerző Máté pedig hamarosan fel fog érni első mérkőrére, és kíváncsi vagyok, hogy hogy tud teljesíteni itt a médiumban. Ha jól emlékszem, hárban harmadik lett, vagy negyedik? Azt hiszem harmadik, de ebbe egyáltalán nem vagyok jelenleg biztos. Egy a biztos, hogy Mátét hamarosan megkezdi itt az első körét. Rá is fordul a célegyenesre. Nyomja a ZRS, DRS-t is. Meg is kezdi a körét. Nézzük, meddig fog gyorsulni ez a Williams. 302 km/h is ütötte a végsebessége. Aztán egyes kanyart elég szépen megcsinálta, érintette a kívüli csúcspontot. Aztán jön ez a balos, majd ismételten szépen szűken vett, aztán Eiser koma belépett hozzák megnézni, mit csinálnak a fiúk. Az erőtben már néhányan nem bírnak belépni, csak gondolom meghívókat küldözget majd. Miközben az az Aston Martin fieleje tükrét. Nagyon szépen ahogy is nézem, így még nem akár lett az olyan. Is lehet, hogy új lobby lesz.
Nem, az mondjuk baj. Az mondjuk óriási baj, mert úgy látséges, hogy én a futam végéről lemaradok. Ott lehet, hogy egyedül leszel. De azért, ha már nem baj, én ezt a szerző Máté kört végig kommentálom, már itt van az utolsó előtti kanyarban, ebben a nyújtott balosban is. Ráfordul az utolsó kanyarra, erre a nyújtott jobbosra, és mindentől már csak be kell gurítani az autót. Ez egy 16-6-os kör, amivel jelen pillanatban Máté a 7. helyet foglalja, miközben Lóránt átveszi a pillanatnyi pole pozíciót, egy 16-123-as körrel, Macsaladanit ütötte ki, bár nem sokkal, mindezt a 11.000-eddel van jelenleg Macsaladani előtt. Na rossz, még és ebből bármi lehet. Be tudtak lépni, úgy látom. Miközben nem tudom, Tomi, látod-e, felhősödik az itt dolog. Felhősödik, lehet, lesz, hogy itt még eső lesz. Nem lesz? Azt mondod? Nem lesz. Legalábbis úgy tudom, hogy csak a futam lesz esős, de meglátjuk. És így van, elvileg működünk. Eisner barátunk ki is lépett. És úgy látom, hogy Macsaladani ezt nem nagyon szeretné annyiba hagyni, hogy Lóránd elvette tőle a pole pozíciót, mert már hamarosan meg fogja kezdeni a mérkőzését. Hát mondjuk lehetséges, hogy hazudtam, mert Eisner ebben a pillanatban visszatér, szóval ezt az új lobby lehetséges, hogy mégis bekövetkezik. Bár remélem nem, mert szeretném ezt a futamot végig kommentálni, szezonnyitót. De jelenleg ne ezzel foglalkozunk, hanem Daninak a körével, aki szintén 302 km per órára gyorsult fel az egyenesben. Éppen megcsinálta az egyes kanyart, érintette a csúcspontot. Nézzük, hogy birkózik meg ezzel a nyújtott balossal. Nem találtam benne túlságosan nagy hibát. Első szektornak az ideje 27.163 jelenleg. Több mint egy tizedes javításban van Macsaladani, amivel már átvenni ismételten a pole pozíciót, de még van ebben a pályában kettő szektor, amin lehet javítani, illetve rontani is. Úgy nézem, hogy Dani egészen egy picit megúszott most az alatta a kocsi, de azért ez még annyira nem vészes. Néz, és elvette a játék a körét, de már 63 ezred rontásban volt, de úgy nézem, hogy Dani ezt a körét már befejezi. Nem hazudtam, valószínűleg egy box irányt fog venni, így is van. Így viszont és így akkor fejezi be a körét, én átváltam a kamerát Kotvics Dominikra, miközben Janasz a nevem összetörte az autót, úgyhogy neki nem tartott sokáig ez az időmérő. Könnyen jött, könnyen ment. Kotvics Dominik, 17-0-val 9. mindössze. Lehet, hogy most sem tudott túl sokat gyakorolni. Előző szezonban is azért ment sokszor gyengében az időmérőkön, mert ilyen két TT környivel, vagy annyival sem jött el futamra, aztán azzal ugye sok minden nem lehet kezdeni. Közben tekintetedet vesd R. Kristófra, a házas pilótára. Szóval meg fog történni. Ő is belekezdett egy gyors körbe. Akár még, hát megkockáztatom, hogy a top 3-ba is be tudna férni, egy jó kört össze tudna itt rakni, miközben most látom, hogy csapattársa Kevin bejött a 6. helyre, 16.394-gyel, éppen ott csak elmaradva R. Kristófnak a köridőjétől. Viszont javít az első szektorban. Állítólag Lilur is itt még én lehet azért javítani Kristófnak, mindjárt meglátjuk. Egyelőre nem tűnik túl rossznak ez a kör. Közben megkérnélek gyorsan rá, hogy Dupepének tudnál küldeni egy meghívót. Persze, ha megvan barátnak. Kristóf 500-ad javításban. Az a szitu, hogy Dupepe nincs meg barátnak, ha jól nézem. De átgörögtem még egyszer barátlistámat. Dupepe. Nincs meg barátnak, szóval gyorsan beadoljuk. Köszönjük szépen, addig Kristóf fejte a 3. helyre, 16.209-zel. Ezzel picit elhúz a csapattárstól. Na de nézzük Lórándot, aki nem elég, hogy az első tizedet javít az első szektorjában.
hát a fülben egy afróma oda. Szerencsére odafigyelt Rolandra. Dupa P-nek az első, vagyis a D betű benne, az rövid vagy. Kicsi, köszi. Már 2,5 javításban Lorán nagyon erős körön, ezt ha bebírja fejezni, akkor minden bizonnyal bemegy 1,16 alá. Kérdés, hogy sikerül Lorennek az utolsó kanyar, egyelőre szép. Megvan neki, ki is tud gyorsítani, Lorán pedig 15-8-al növeli az előnyét. Úgyhogy kíváncsiak, ezt még meg tudja dönteni bárki. Közben többen is már megfutották az utolsó mérkőrüket is, úgyhogy lehetséges, hogy tényleg esni fog még itt az eső a legvégére. Vagy csak attól fél mindenki, hogy leszakad az ég, miközben Jani javít 8. helyre, 16-5-tel. Csak megtalálom. Elvileg ment az inf. Na. Kicsit késve, ezért bocsánat. De akkor remélhetőleg most már meg lesz majd mindenki. Közben T-Bence is megfutotta az első mért körét, viszont 17-1-et ment úgy, hogyha jól láttam, elrest azt nem használt benne, úgyhogy T-Bence itt még azért javíthat. Közben visszavonul, ő már nem fog. Na, és ha jól láttam, akkor ebben a pillanatban elkezdett esni az eső. Igen, csepereg az eső itt a Hungaroringen, úgyhogy tényleg az van, hogy az időmérő végére megjött az eső. Be tudod jönni már Dupepe? Egyelőre nem láttam olyan arra mutató információt. Akkor küldök még egy invet, biztos, hogy tuti. Elvileg ment. T-Bence továbbra is próbálkozik, de most már nedves az aszfalt, úgyhogy nem biztos, hogy ő hát azt írja már... hogy nem kapott invet. Akkor küldök még egyet. Elvileg. Ez a harmadik inf, szóval ajánlom a játéknak, hogy T-Bence erős körül működjön. Viszont akkor, ha csepereg az eső, Lorán megszerezte a pole pozíciót. T-Bence még javításban, na Dupepe most be tudott lépni. Jó. Harmadjára csak összejött. T-Bence? Bocsánat a késésért. Bence pedig a 12. végül. És szerintem ez a vége az időmérőnek, bár Kotvics még erős első szektorra annyit. De nagyon szakadni fog már a kör végén, én úgy érzem. Ezzel 1-2 tizedet már biztos, hogy buknak a versenyzők, akik még próbálkoznak, de remélhetőleg még azért olyan sokat nem, tehát még itt Kotvicstól azért egy javítást várnék. Nem lenne túl szép, ha így szoftosként az első futamán egyből 14. helyre kvalizná magát. Volt szoftosként. Na 3,5 javítás. Ez azért már erősebb, itt már akár Humboss is megelőzheti, aki nem tudom miért, de full wet gumikon van a pályán. Meghúzta a váratlant. Jaj. Ő előhúzza a fekete lovat a kalapban. Igen, ilyenkor join session. 13. Kodics pedig 13. végül egy 200-addal marad el T-Bencétől. Igen, ilyenkor nyomja rá, hogy join session, és akkor ott remélhetőleg, hogy hát sajnos már kört nem fogsz tudni menni, de az autórat még el tudod foglalni, és hát a versenyen majd el tudsz indulni. Tényleg ne haragudj, de mi is csak késve tudtuk megoldani a profilt is. Ugye a lobby is egy 10 perc csúszással nyílt. F1H Martin. Na és ő kicsoda. Hallod, annyi ember jött, hogy én most jelenleg még barátkozok ezekkel az új emberekkel, szóval lehet, hogy a ligánk tagja, csak én még nem láttam. Nem sokáig volt benn. Hát akkor lehet, nem. Közben hoppá, szerző Márti 5. Te is látod? 16-2. Nem is figyeltem. Elég erőset ment. Én mennyit Hardom? Is mentem? Hardom mi volt a pole pont? 3? Nem tudom. Ránézzek? Gondolod, gyorsan nézd meg. Ránézek, figyelj. Annyi baj legyen. Is van, Hard Group. Így van, 16.3. Hát akkor attól egy nagyjából fél másodperccel, hát igen, durván fél másodperccel jobb lett most ez az első helyezett idő, de egyébként még Macsaladani az, aki be tudott menni 16 alá.
Itt humbasz, fánkolgat nekünk egy kicsit, úgy nézem. Azt nem is figyeltem. Úgy Igen, csodálkoztam, hogy még fánk. nem intették le az időmérőt, de akkor ezért nem intették még le az időmérőt. Hát humbasz, ez egy versenyen elkéstel. Igen. Ez egy verseny, ezelőtt történt meg. Kicsit Hopsza, csúszásban van, sári! de annyi baj legyen. Picit csúszik el. Megünnepli a 10. helyét. 16-6-os idővel. Hát Remélem figyelj, azért nekem az... jövő héten majd az RLN nem ezt fogja csinálni. Ez viszont csúnya volt, a McLaren nem törjük össze, barátom. De hogy nem? Nem szabad. És még DSQ-zol is magad? Te milyen fenét csinálsz, humbasz? Kérdem én, ez mi volt? Engedd el! Na jó, Hát ez így ez... mindenképpen érdekes lebonyolítás volt. Annyi baj legyen, figyelj. Igen, erre egyébként valószínű majd lesz büntetés Humbosznak, aki megjelenik a cseten. Na mindegy, az időmérő végeredményét itt láthatjuk. Lórándi a pol 15-8, végül nem hozta azt, amit Szofton, de ide elég volt. Bacsora Dani a második, R. Kristóf a harmadik, negyedik helyen Krassi, ötödik szerző, eléggé közel Krassihoz, Kukla a hatodik, Kevin mindössze a hetedik, de ő is ugye inkább versenyen szokott jól muzsikálni, Jani a 8., Ayer a 9., és Humboz zárja a top 10-et, Rossi a 11. végül, T-Bence 12., Kotvics a 13., Carlito a 14., és még Cigi tudott kört menni. Ő az egyedüli, aki másodpercen kívül van, még ugye Merc és én ezt a nevem nem jutottak el odáig, hogy kört fussanak. No. Húha! Igen. Mi az? Tetszik az időjárás, szakar az eső a Hungaroringen. Ajjaj. Rossi pedig egy... Bocsánat, írta a 2021 cseten. flashbackem van. Írta a cseten Rossi, hogy meg fog enni a mezőnyt, úgyhogy erre kíváncsi leszek. Milyen szószt kérsz hozzá, Rossi? Ketchup, majonéz, mustár? Figyelj, ebből így a szakadó esős versenyből bármi lehet. Ilyenkor szoktak a meglepetés győzelmek születni. Reméljük nem egy Spa 20-21 lesz. Ó, azt azért nem kérem, köszönöm. Arra leszek még kíváncsi, hogy láthatunk-e majd egy olyan rajtot, mint ami a 20-21-es Magyar Nagydíjon volt. Pontosan ezt mondtam neked előbb. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy lesz-e itt bowlingozás, de azért remélem, hogy nem. Hát azért a mezőny hátsó részében lehet, hogy valaki tarolni fog. Kíváncsi vagyok, ki lehet az. Kiben látsz erre potenciált? Na, közben... Hát itt... A redizés az megtörtént. Jön a humbasz, aztán vége mindennek. Humbasz, meglátjuk. Meglátjuk, lezúzza úgy a mezőnyt, mint ahogy magát az időmérőn. Látok rá potenciált. Aztán ne legyen igazam. Mivel nem tudtad elfoglalni az autódat, ezért nem baj, ugyanúgy a Tauréba fogjuk adni a pontjaidat, csak lehet, hogy egy picit jobb autót kaptál, mint a Tauré, és igazából ennyi. Hát igen. Mondjuk egy McLarent. Úgyhogy nem ez tudom, semmi hogy... baj. Én is, velem is volt még a 21-es játékban, hogy későn csatlakoztam, és McLaren helyett Red Bullt kaptam. Annyi baj lehet, ki is sajnálnak. Estem az első kör végén, úgyhogy nem tartott sokáig a karat. A Red Bull azt kapta, amit megérdemel. Jaj. Na. Hát itt úgy látom, hogy full beten van mindenki, de javíts ki, hati. Nem, Cigi Interen. Cigi meghúzta a váratlant. Cigi a 15. helyről Interen. Na erre kíváncsi leszek, járnók miért stratégia. Beválik-e hát. Majd az alpinosnak? Akkor lehet, hogy Cigi fog bowlingozni. Hát igen, így akkor nincs kizárva. Emlékszem még a játék elején, még az első szezon előtt volt egy tesztnapunk, tesztversenyünk Spában, ahol safety car alatt én kimaradtam Interen, csak hogy közben leszakadt az ég. És az első kanyarban elmentem a zöldségeshez. Milyen zöldséget vettél, barátom, ha már itt tartunk? Hát... Nem tudom, de full wet gumit vehettem volna hamarabb is. Sajnos, amikor én mentem a boltba, az már fogyóban volt, úgyhogy nem nagyon találtam, csak egy körrel később.
Hát és rá is fizettél, én úgy gondolom. Hát igen, az annyira nem jött össze, de hát végül is csak tesztnap volt, úgyhogy annyira nem probléma. Itt viszont remélhetőleg majd senki nem jár így. Hát Cigire Slórán viszont nagyon pedig. kíváncsi leszek, hogy azokon az intereken mit fogunk majd kezdeni. Az Slórán viszont biztos, hamarosan hogyha nem személyre. maximum guminyomással megy, akkor katasztrofális lesz, mert hogy az életben nem fognak fölmelegedni, az biztos. Hát reméljük, hogy max guminyomással megy, és akkor jó is lehet akár. Nagyon-nagyon reméljük, és egyébként most így a felvezetőkör jut eszembe, jövő héttől, akkor ez most már itt be lesz jelentve, jövő héttől nem lesz felvezetőkör, mert hogy túlságosan Tényleg? bagos. Ugye vannak ezek a kizárósdik, meg hogy valakit kidob a játék felvezető alatt, akkor az kizárja ugye a versenyből. Ott fumbaszt megpróbált megforgatva beparkolni, de nem Ma sikerült neki. jövőre. És most Nagyon így nem kering szereti azt a mind. McLaren Tumbos. Tolatva? Az jó lesz. Kár. Ah. Kár érte. Na mindegy, szóval jövő héttől nem lesz felvezetőkör, meg például Nem most is is a baj. szoftom rengetegen 70 fokos gumin indultak. Na, És nincsen hát, de elindultak. a verseny elindult, hát az szuper. Nálam van. Ma család, de úristen, Lórán nagyon rossz vezetőt vett. Egyből három pozíciót bukott Macsaladani. R. Van az több Kristóf, is már szerintem. Kristóf R. pedig... Kristóf és Macsaladani egymás mellett jelen Macsala pillanatban kiment Macsaladani. a bukótérbe. De megvan neki a pozíció, nincs meg, már ott van még mellett R. Kristóf. És Nézzük nézzük, Kristóf. beteszi R. Kristóf, beteszi. Ott van Elférnek, mellette. még elférnek, és itt valakinek el kell És vennie, és itt Kristófa megvan. is veszi. Megvan a pozíció Daninak. Lórán, Macsora atya vezeti a úristen, futamot. Ha jól mekkora láttam, bukott. valaki nagyon szélesre csúszott, de ki volt az? És mivel? Lórán pedig a pálya szélén. Jaj, de jó, hogy nincs hát, és egy Ferrari-val Ájoddal együtt. összeakadt. Ó, álljod, úgy és érzem. akkor így gyanús, hogy olyan egyik autóból sem maradt sok. Hát a Ferrari-ból egyáltalán nem a Mercedesnek maradt első szárnya, de szárnyvéglapja az egyik, az hiányzik. Na, a két jó barát összeakadt, hát az nem túl előnyös számunkra így az első versenyen. És így Marcella Dani-nak így megvan. És viszont egy Ajaj. széfikárnak tudnék örülni, mert akkor ki tudnék gyorsan lépni meg vissza. De így, hogy nincsen, hát ez picikét problémás. Tudom, közben addig lépj ki, resítsd a dolgot, aztán kommentálom a dolgokat. Rendben, köszönjük. Azért vagyok itt ki se állítólag. Tudok lépni. Ó, akkor a erre játékot jobb. resízem, akkor mindjárt visszatérünk. Rendben, addig én kommentálom a dolgokat. És hoppá, Krasz és Kukla van De egymás mellett. Kommentálod, mert ilyenkor nem hallatszik a közvetítésben, hogy mindjárt mondom, oh. mikor tudom. Jó. Addig felesleges ordibálom magyarán. Most már nagyjából ordibálhatsz. Jó, és Dupape megfutja a leggyorsabb kört a versenyen, és jelen pillanatban hárman voltak egymás mellett, amíg nem lehetett hallani engem. Azt hiszem Dörül, Kukla, Krasz és Kevin. Ez a három páros volt, és két Mercedes a boxban van, és ebből egy így van, hát Lórán még rosszabbul jött ki a dolgokból, mert még meg kellett várnia SMN Mercét is. Miközben jön ez a nevem és szerző, pillanatra úgy láttam, hogy Janessa nevem adott egy kis ajándékcsomagot szerzőnek, szerző ezáltal kettő pozíciót is feszített így, visszaesett a 9. helyre a pilóta, ahhoz képest, hogy 5. helyre kvalifikálta magát, és hoppá, Janessa nevem kapott is egy 5 másodpercet, mert játék úgy gondolta, hogy levágta a kanyart és úgy szerzett pozíciót, ez nem túlságosan előnyös számára. Miközben... Az időközben hamarosan visszakapjuk a képet is. Nagyon jó. Miközben Macsala Daninak az előnye egyre csak növekszik. Már egy másfél másodpercre van R. Kristóftól. Viszont R. Kristóf sem szégyenkezhet, mert egy másodperc előnye van Dörül Kuklához képest. És szerző Na végre van képünk újabb megint. Pozíciót veszített. Már 10. helyen van a Williams pilótája. Nagyon nem jó. Eddig szerző Máténak a versenytempója. Bár ez az egyetlen egy szerencséje, mivel ez Hungaroring, így ezáltal szárazon is nagyon nehéz ezen a pályán előzni, nehogy még esőben, ahol így a DRS sem tudja nyitni a P
pilóta. Szóval, hogyha úgy nézem, hogy Jani van egyedül közel szerzőz, onnantól már Dupepe 3,2 másodperce van szerző Mátétól. Szóval, ha minden igaz, akkor szerző Máté legrosszabb esetben 11. helyre esik vissza. Mi történt a két Márcőre szóval? És hát Lórándot tudom, de Márcével mi látsz, hogy kiáll? Miért állnak ki még egyszer? A Márcénél Száncsere, de Lóránd is jön mögötte. Összeakadhattak ketten? Arról lemaradtam, mert csak az elejét néztem. A mezény elejét. Így van, hát Lórend. Márcéreznek nem az élete futamon az? Száncsere ismételten. Pályőr pedig meghúzta a váratlat és kijött Interekre. Elég gyorsan, de hát végül is nem volt nagyon jobb választása tekintve, hogy ugye elég hamar a mezőn végére kényszerült a... Közben Elkistófnak védekeznie kell, mert Dörő Kukla nagyon ott van mögötte. Elresben is sokkal jobban áll Dörő Kukla, míg Elkistófnak 60% elrese van, addig Dörő Kuklának 90%. És itt még jobban hát, állítja. Ahogy elnézem, itt Kuklának sok esélye nem lesz. Nem bizony. Álljott pedig, ha jól látom, el is dobta az autót talán. Nem olyan jól még az az Inter. De Cigi is nagyon kapja az évet, úgyhogy... Nem működnek még ezek hát, az Interek. Miközben kárdító dive bombolta a Dupepét. Hát nem dive bombolt, de... És most itt Dupepe alá tud fordulni kárdítónak. Dupepe alá fordult, de nem jött össze a kigyorsítás, és így még végül... Na még Kotvics is beleszólhat a küzdelembe. Bele is szól, bedobja... Megvan, megvan Dupepe. Megvan. Nem biztos. Gyönyörű volt Kotvicstól. Nem biztos, ott van mellette. Elindult a seggel. És most nem fordul le, nem fordul le. Megvan Kotvicsnak a pozíció. Dupepe. Szép volt ez Kotvicstól. Hoppá, Dörő Kukla. Kukla, mi történt Kukla. Valószínűleg csak volt egy nagyon megcsúszása. Á, és szány véglapja is hibázik, úgyhogy... Hát ez akkor valószínű nem... megnyolta a falat. Igen. Kukla. Így a mezőny végéről beakadt neki. Ismételtem. Ha jól láttam, talán Kleckén Kevin volt az, aki alatt egy pillanatra megindult az autó. De... stabilan tudta tartani végül. És ahogy elnézem, Bacsila nagyon élete formájában van. Most 3,5 másodperccel vezet, azért az kiemelkedő így 4 kör alatt. Hát van egy olyan nézés, hogy egy ilyen időjárás lesz végig, és nem lesz benne safety car, akkor negyedik körben megvan a futamgyőztesünk, bár ne legyen igazam. Kukla pedig ki is áll a boxba. De úgy nézem, hogy... Szerzőik ezzel nyernek egy-egy pozíciót. Hát nem. Szerintem azért nem a Williams futama így. Hát tavaly még sajnáltam volna a Williams-et, idén ez a házas vagyok, szóval... Második, negyedik helynek egészen örülök. Még jó, hogy házas akartál lenni, hanem? Arról már nem kell tudnia senkinek. Nézzük, Humboldt próbálkozik T-Bence-el. Kicsit megpöcköli, de ez még szerintem szabályos volt. Á, pici túrautós, ott pedig a Red Bull-ja lesz a nevem. Épp, hogy megfogta az autót, de bukik jó sok időt. Meg pozíciót. Humboldt pedig tényleg ilyen kicsit talán... VTCC-sen próbálkozik T-Bencével, aki nagyon lassú, nem tudom, sérült-e az autója, nem sérült, akkor nem tudom, miért ilyen lassú. De nagyon durván feltartja Humboldt, és már szerzők is úgy jöttek meg rájuk. Mondjuk igazából, ha nem tudja megelőzni Humboldt T-Bencét, akkor igazából mindegy. Hát igen. És úgy, hogy Humboldt olyan íveket használ, ami nem a pályához tartozik, miközben MRC. MRC szárnyal. 16. helye. Red Bull tivott, látod? Ezt meg ne hallja. Hát, leszeri a fejed. Lehet, hogy hozzáírnak a nevemhez egy 15 szakes bundit. Többet nem kommentálsz velem. Aztán volt harmadik hely, nincs harmadik hely. Jaj, ki leszelt egy zárva ebből a ligában, van egy olyan érzésem. DSQ, abban a pillanatban. Autózott talán egy picit pályán kívül, de egyelőre ott van Carlito mögött, jön ezt a nevemnek pedig... Mégse fogta meg a fenemét. Sérülhetett az autójában a nagy megcsúszásban, vagy csak megpróbál egy intert föltenni az autóra. Krassi és Kletken Kevin pedig helyet cseréltek. Krassi ott van belül, elférnek, szerencsére meghagyják egymásnak helyet, és meg is van a pozíció, de még Rossi is nézelődik az 5. helyen. Jó is a kigyorsítás, pedig egy kicsit megcsúszott, de nem tud próbálkozni, de Mansellbe ilyen messziről bedobni öngyilkosság.
Rossi Szerencsére nem azért hazudott Rossi egyelőre gondolkozott. tényleg. Egészen Egyelőre elég szépen. jó versenye van, Így de van. hát ha megnézed, hogy az első és második között mekkora a különbség, parkodnia kell, ha nyerni akar. Így is javított 6 pozíciót. Szerintem az egész jó. Valaki Red Bull-t ívott, akkor az lehet, hogy ő. Előző szezonban úgyis Red Bullos volt. Volt. De hát jó, ez az Alfa, szép ez az Alfa. Itt viszont tényleg majdnem szárnyakra kapott. Szerencsére ott volt előtte a majd maga, nem? Igen. Ezzel viszont bukott megint jó sokat. Akkor azért elég érdekesen ment, nem tudom, picit talán megcsúszott az autó, bár valószínűleg nagyon kevés tapadás van így ilyen erős esőben a Hungaroringen. Interen is kicsit szenverős a dolog, de fullveten halálos lehet tényleg a tapadás mennyisége. Valószínűleg nincsen belőle túl sok, na, és derül Kukla kukla. pedig, ott Ismételten. ahol Rossi előbb majdnem elszállt, megtette Kukla. Lehet Rossi elő készítette nekünk, mire számítsunk, de azért Kuklának sem nagyon jön össze egyelőre sajnos, és nem rég volt a boxban, de ez így egyelőre nem adja ki ez a verseny. Rébence, úgy Ottvich nézem, Dominik hogy pedig továbbra is elkezd kávétót tolja le a gyorsulni. pályáról. Így van, Tébence korábbi gyorsul. csapattársam viszont egyelőre nem tudja megelőzni a Ferrari-t. Döröl kukla pedig megelőzte cigit. Cigi továbbra is csak szemben azokon az intereken, nem volt ez jó döntés, de Nem. szerintem eljön. Álljod! Jesszusom, mennyire nincsen tapadása aznak. Úramisten! Ezt rossz nézni. Nem tudom, sérült álljod autója vagy nem. Nem sérült. Hát egy 10 másodpercre ránézel Ájodra, szerintem elmegy a kedvére Forma 1-től egy évre. Annyi taparása van szegénynek. Lehet nem csak egy évre. Hú, hát Ájodnak a kanyar tempója azok... Annyit emlegettem már az túraautókat, Ájod kanyar tempója az nagyjából az a szint. Jó én, mennyire nincs tapadás ezen az Most vagy... internet. Te. Egy 40-en kívüli köröket megy Ájod. Te jó ég. Közben Kevin Közben a ott van házok Erkristóf helycserére mellett, készülnek. és meg is És meg előzi. is van a helycsere. De aláfordul Kristóf, nem fordul Új, le. az egy ajod. Ó, hát igen. Hát tudom, nem annyira ideillő dolog, téma, de tegnap este egy kicsit mentem Assetto Corsa kompetíciónében a Hungaroringen, és ott volt olyasmi tempó, mint most van Ájodnak Interen, amik ugye GT3-as autók révén nem olyan gyorsak, mint a Forma 1-esek. És Csak egy Jani. olyan fél perccel van lassabbak körönként. Janinak tört a szárny, és ő is kiváltott Interre, hát... Ő sem gondolta át ezt eléggé. Nem. Ezt, srácok, aki hallgatja a streamet, ezt kétszer gondoljátok meg, hogy mit tesztek. Szerintem az a kettő, az nem lesz elég. Igen. Bár Jani, tudom, hogy ő full TC-vel megy, úgyhogy igazából féktávol lepadlózhatja, és nem történik baj. Mivel megy? Full TC-vel. Kontrollerrel. Ja, az úgy már más. Nézzük, rossz van egyébként, továbbra is nagyon közel Krasihoz, de még mindig nem tud mit kezdeni vele. Macsala pedig továbbra is több mint 5 másodperccel vezeti a futamon, de ha jól látom azért Kevinünk lehet, hogy meg fogja majd egy picit futtatni, mert jobban közeledik rá, mint tette az Kristóf. Hát igazából 9 kör alatt lett 5,5 másodperc Rossz előnye. Pedig próbálkozom, de egyszerűen nem tud annyit közeledni Krasira. Hát, ameddig esős körülmények lesznek, ne várjál túl nagy előzésekre, miközben Sárga Zászló. De hogy miért, azt nem tudom, nem láttam semmi különösebbet. Ájod őt levilloghatta? Ájod. Ájod végre fölteszi a fullvetet. Hú, és a szárnyat is cserél. Árulnyuk már szegény le van körözve, így igazából már. Hát, igen, lassan már gyakorlatilag az egész mező lekörözi szegényt, úgyhogy nem igazán úgy indul számára ez a szezon, ahogy ő azt szerette volna. Bár 18. helyért is osztogatnak ugye pontokat. Igaz. Igaz, ugye új pontozási rendszerünk is van, és így már igazából mindenki is kap pontot, aki célba ér. Igen.
Millió pontokat kaptam én is pénteken. Örültem neki, mint majom a farkának. Jó, az a harmadik hely, szép az a harmadik hely. Többet nem lesz. Megörültem a harmadik hely miatt. MRC pedig továbbra is nagyon gyors. Kár, igen, hogy ennyire le van maradva. Szegény Lúrán is polpozíciósunk a 17. helyem. Közben lemaradtunk, Rossi megelőzte Krasszit. Ó, tényleg. Valahogy hibára kényszeríthette, mert Krasszi le is van maradva, úgyhogy valószínű megcsúszhatott egy szer Krasszi. És Marcelladon itt tele meg fogják futtatni, úgy nézem, mert Kevin gyorsabban közeledik, mint amennyire én számítottam. Kevin olyasmi tempót diktál, amit MRC-en, 1-2 tizeddel marad el tőle, úgyhogy kiemelkedően jó tempót autózik. Marcella pedig annyira komótosan megy, mert szerintem megszokásból, hogy annyira nem kell nyomni, hogy majd mikor ilyen 2 másodperc környékén megpillantja a visszapillantójában a házt, akkor elkezd pánikolni. Én a háznak szurkolok. Egyáltalán nem azért, mert házas vagyok, csak hogy érted, na. Ez a második, harmadik hely, ez így tetszik. Véletlen sem azért, mert a McLaren, vagy mi az a Red Bull ellen szurkolsz egyébként is. Na közben Dupepe is kiállt, és Kukla a leggyorsabb kört autózott, de még mindig a full veteken. És én Dupepe nem értem, miért is erőltetik ennyire ezt az Intert. Krasszi, vagy Cigi mondjuk most már 1.34-et ment, de hát ez még mindig 2 másodperccel, sőt több mint 2 másodperccel elmarad a full vetes tempótól. Nem igazán értem, miért erőltetik ezt ennyire, de hát a versenyzők tudják. Most pedig Kevin egy picit alternatív íveket használ itt az Alesi-ben. De nagyon közeledik. Hát közeledik, csak ez nem volt túl szép mutatvány. És így egy kis érdekesség, nem tudom, hogy neked is úgy van-e. Cikinel nekem azt jelzi, ugye van ez a kis szürke vonalka, hogy nem javított pozíciót. Viszont amellett a vonalka mellett ott van nekem egy egyes. Jó, dobtál majd, mit csinálsz? Ezt lescreenshotolom és majd futam után elküldöm. Position change, nálam fölfele mutató nyíl és egy. Hú, bossz! Hoppá! Meghúzta a vállatomtól is. És Cigi megkapta a verseny első nagy száguldozások közben büntét. 3 szekkel gazdagodik. Szegény előtt pedig az előbb megint eldobta az autót, úgyhogy innentől már lehet, hogy vissza fog inkább vonulni. Azok meg mindig pontok. Kukla agresszív, és meg is előzi Janeszt, de ez egy picit, hát hogy is mondjam, érdekesen nézett ki, hogy gyakorlatilag arra pöckölte a Red Bullt. 10 másodpercet neki. Alfa Romeo-t nem büntetünk, barátom. Így van, neki 2-szer annyi kell. Fél perc, let's go. Na nézzük, Kukla, vajon de még úgy is értem volna. Annyira. Ki, én, mikor? Fél perc bünti fel. Nem volt olyan futam, ahol olyan nagy előnyöm lett volna. Megoldottad volna, miközben Kevin óriási tempókkal közeledik Danira. És tényleg már 3 másodpercen belül. De egyébként hozzátenném, hogy nem igazán nyertem volna, mert például Silverstone-ban kaptam egy drive-thru-t, és úgy voltam ilyen 25 másodpercre a verseny végén az elsőtől. Ugye safety és Macsala, Dani? Jól láttam, Macsala a boxban! Mennek fel az interek? Még tényleg látszik, hogy kezd és el Kristóf is gyengülni az eső. Mindenki! Mindenki? Nem, hazudtam. Elhittettek is, sugyi! Mindenki kiáll, vagy csak 18-an. Hát 18-ban igazából 3-an kiálltak. Annyi baj lejön. Igazából, amíg Apexek ilyen tempója van, addig neki túl teljesen felesleges kiállni. Na hát erre nagyon kíváncsi leszek. Csapattárs is kiállt a boxba, és mindenki, aki kiállt, azok intertettek fel. Láttad, hogy mindenki kiállt? Kristóffal. Igen. Szépen jó sokan meglátogatták a boxot. Tehát Jani, hoppá! Hoppá! Interen! Stellek! Na! Gyorsul az Inter, na akkor iparkodni kell a boxba. Srácok, most már mindenki a boxba, mert nagyon előbb is nagyon beégtem. Mindenki a boxba, srácok. Kell egy 2 kör, még megmelegszik az Inter, de onnantól már gyorsabb lesz, az egyértelmű. Igen. Jani megmutatta nekünk. Srácok, azért most már tényleg álljon ki mindenki, mert így is nagyon beégtem. Kevin egyébként 1/2 másodperc javításból, úgyhogy a tempója az még mindig eléggé gyors, de hát nyilván, ahogy szárad a pálya.
most már valószínűsítem, hogy ő is a Box utca felé fogja venni az irányt, és egyébként már 8 Így is másodperces van. fölénye van Krasszival Na szemben. srácok, mindenki a Ez boxba, elég nehéz. második felvonás. Meg van Kevinnek. Jó, Jó, stabil maradt az jó. ász. Kíváncsi vagyok. Krassi Box, Jó, Bence Box, jó. Boss Box, Így tovább, Szerzső srácok. Box. Rosszi közben először Állítót közben állított. meg először Rossi. Na, egyelőre mindenki, aki full vetem van, box. Kotvics! Három szek. Nem szabad, kármító box. Nézzük. Hát, nőtt ez a különbség szerintem az első kettő között. Nőtt hát. Pedig forgatja azt a McLaren. Hát, három és fél másodperc. Hát ez... 3,6 szek. Jani. Na, Jani tovább gyorsul. Bedurrantotta a szárnyakat. Jani szerintem most tette fel azokat a szárnyakat az asztalra, amiket tényleg használtak már Hungaroringen. Sárga zászló, most egy került Red fel Bull. Az a hátsó szár. Jön ezt a nevem pedig elmérte. 10. helyen. De jön ezt a nevem elmérte a Mennyire boxot. Mérte? Jön azt nagyon elmérte. És felakadt. Felakadt. Ilyenkor lehet RTT-zni csak úgy halkan, ha esetleg nézi a közvetítést, de sikerült irányba állítani az autót. Dupapa pedig, egy dupapa, ennyi, nem szabad. Azok pontok Kaptál volna voltak. Pontokat. Utolsó pedig biztos nem lettél volna, legalábbis szerintem amilyen messze álljod van, kétlem, hogy lettél volna. Na, Lóránd is kiáll a boxba. És álljod. 1.37. Első életjeleket megadja álljod a mai napon. És az utolsókat is. Reméljük Másfél. Azért nem. Hát, mennyi? Két már, igen, 2 perces hátrányba. Az előtte lévő. Egyébként, ha megnézzük, akkor... Hát a leaderhoz jó sok, ahogy elnézem. Na, Macsala most már leggyorsabb kört megy, elveszi Janitól. Viszont most már szerintem lassan Kevinnek is felmelegennek azok az interek, úgyhogy kíváncsi vagyok, a hajsza folytatódik-e majd, vagy nem. Viszont Kristófékat szerintem már rendesen lerázták, úgyhogy ők már nem nagyon lesznek esélyesek, de rossz, nagyon közeledik Kristófra, aki egyelőre úgy tűnik, hogy szenved. Kukla pedig hibázhatott egyet. Kristóf nagyon szenved, de Rossi nagyon gyors. Rossi szerintem hozza azt a tempót, amit macsaláik az első két helyen. Rossi tényleg mindenkit megesz. Nem hazudott. Nem, tényleg nem. Ez most jó futam lehet még akár neki, de inkább lekopogom, ne kiabáljam el. Ugyanezt kommentátor pedig mindig full veteken van. De most már remélhetőleg kiáll majd a boxba. Szegény eljöttet pedig gyakorlatilag Lórándon kívül mindenki lekörözte már szerintem. De még lehet Lóránd is. Így van, Lórándon kívül mindenki. De Lóránd is, mert 2 perc a különbség. Egy. Nekem 2-t ír. Nekem 1-et. Na mindegy, hát érdekes még tovább is ez a játék. Csak a szoki! Igazából... Már nem lepődök meg ebben a játékban semmi. Tényleg Rossi nagyon tolja le maga elő. És Macsaro Dani pedig ismételt a leggyorsabb körzet. Már 1.30 alatt. De Kevin pedig még azt is megdönti 29-3-mal. Rosszit nézzük 29-9, úgyhogy ott van előtte a lassacskább Kristóf. Na azért nem támad. Rossi fékez magad. Hát az egy ház. Na. Ház vagy Alfa. Na, melyik Ferrari kis csapat megy jobbat? Előre, hát, ahhoz tartja magát. Nem csalódtam. Alfa, nem csalódtam. Új, de jó, lett volna kigyorsítás, nem indul meg egy pillanatra az autó. Rossz, így továbbra is várnia kell, bár itt most majdnem megsegítette Kristófot, hogy kicsit gyorsabban menjen. Közben lehet, hogy nem a pályán ment volna gyorsabban, hanem egy valamelyik fal felé. Nekik is már jó sok versenyük volt egymás ellen, több ligában is. Ismerik ők már egymást, mint a tenyerüket. Na és akkor jön a kérdés, most a csapattársamnak szurkoljak, vagy a volt csapatomnak szurkoljak? Hát én házas leszek. Tényleg Kristóf most gyakorlatilag csapattársam, úgyhogy
Nyomassad, tesó. Közben már több mint 6 másodperc. Nem, pártatlanok vagyunk. Így van. Viccelődünk csak. Természetesen komolyan nem kell komolyan venni, amiket mondunk. Kletkeim pedig továbbra is repül. És már egyébként hozott egy másodpercet macsalán. De már Kristóf is kezdi megtalálni a gázpedált, ha jól látom. Közben a Márci gyűjt be egy 3 másodperces büntetést. Rossi pedig mindent is kisajtol abból az akkumulátorból, még azt is, ami nincsen benne, már 10% alatt volt az egyenes végén az Alfa Romeo. Kristóf sem bírja túl jól a dolgot, de azért ő kicsit jobban áll ezzel a 25%-kal. Az első kettő továbbra is hozzájuk képest elég jól áll. És csak egyébként is nagyon szeretik egymást, egyébként Macsola és Kletkeny, úgyhogy kíváncsi leszek rá. Na, kukla! Az Alfa Romeo? Most van még az a tempó. Na jó, ez a helikopterkép, amit most itt kaptunk a házhoz. És hát CRS Rossi azért jelenleg úgy néz, hogy gyorsabb tud lenni R. Kristófnál, de hogy megmutassa, meg kéne előznie. Egyértelmű, hogy gyorsabb lenne, de amíg nem tolja le a pályáról a házt, addig nagyon nem tudja bebizonyítani. Arra leszek még kíváncsi, hogy eláll majd az eső a futamon. Nagyjából most tartunk fél távna, úgyhogy még van idő felszáradni a pályának. Miközben egyébként Humboldt is odaért Krasira. Csak ugye neki van büntetése is a 6. helyen. Úgyhogy jelenleg, hogy nézzük, akkor igazából a 8. helyen autózik inkább, mint a 6. Nyilván ezt csak hozzáadjuk, matematika. Előre még a 6. helyen, de támadni ő sem tud. Hát igen, ez a Hungaroring átka, hogy szárazon is nehéz előzni, de esőben gyakorlatilag szinte lehetetlen. Hát igazából... Nagy tempókülönbségnek kell kialakulni hozzá. Ez volt hard futamon is, hogy így a versenynek a 90%-ában a vonatozás ment, és így maradék 5%-ba safety car, és így a másik maradék 5%-ba volt egy kicsi verseny is. Hát igen, hát a soft az egy picit érdekes volt. Azért volt egy-két bug is, aztán volt pár versenyzőnek komolyabb felzárkózása a verseny végén. Ott azért voltak izgalmak, amikor 10-kor alatt átmentem 5-6 emberen. Bár kinek mennyire tetszett, ugye nekem mondjuk jobban tetszett volna, ha nincsen safety car, vagy később van safety car. De a versenyzés szempontjából, meg izgalmak szempontjából gondolom azért jó volt, hogy páran később álltak ki közepesre, és akkor onnan nagyobb tempóval tudtak támadni és előzgetni még. Rossz pedig továbbra sem tud mit kezdeni Kristóffal. Ott van nagyon közel, gyakorlatilag a sebb váltóján. Nem tudom, te hogy vagy vele, Dávid, de szerintem Rossi lassan lerajzolja majd nekünk Kristóf hátsó fertáját. Hát mondjuk Hamilton is le tudta volna rajzolni tavalyi szezonban az Alfa Taurinak. Alfa Taurit? Így van. Hát igen, az lehet, miközben Ayot dobhatta. Ayotnak tényleg nincsen az élete versenye. Nagyon nincs most formában szegény. Hát reméljük, hogy most az egész szezonos bal szerencsét le tudja, és akkor igen. Innen jövő héten nagyon jól megy. Kína, jaj. Ja, meggondoltam magam, én nem megyek ott. Nincs az a pénz. És tervezek indulni, ez undorító úszustalan pálya. Kövezzem meg, akik szereti, de én utálom. Hát, mondjuk megmondom az őszintét. Én idén egy kört nem mentem Kínában, de amit hallottam róla, lehet inkább nem is ugye akarok menni. Segítek a megítélésben. Szeretted a korábbi játékokban? Nem. Ebben se fogod. Király, akkor el se indulok. Ez a Macsala, Dani. A Macsala tud válaszolni Kleckeny tempójára. Most adott neki 2,5 tizedet. Szerintem Dani akkor ad igazából Kevinnek időt, amikor akar. Nekem egy ilyen érzésem van. Nem tudom, hogy vagy vele. Hát itt most
oda-vissza adogatják egymásnak a stafétát, ki éppen a gyorsabb, de hát látszik azért, hogy full veten, még kék gumikon nagyobb volt a különbség a két pilóta között, ott azért Kevin komolyan tudott közeledni. Ájöd miatt pedig ismételten sárga zászló, szerintem nagyon nincsen most jó versenye. Figyelj, 17. helyért mennyi pont jár? Nem sok. 4 talán. Mennyi? 4 azt hiszem. Hát... több mint a semmi. És hoppa hoppa, Erkristóf hibázott, ott van CRS Rossz is, nem bírta megelőzni. Viszont itt elfordulhat, nem fordul el, mert megcsúszik az autó. Míg azért Erkristóf picit agresszívan elkezdte befelé húzni azt a házt. Azért ez lehet vizsgálandó lesz. Hát nem tudom, a sikán előtt volt sikán előtt. Gondolsz, mert akkor arra lemaradtam. Így van, sikán előtt, és így akkor már mindegy. Most pedig kicsit le is csúszott a pályáról, ott pedig Humboldt autózik nagyon-nagyon alternatív íveket. Hát akkor innentől szintén kezdve Rossinak nem előrefele, hanem hátrafele kell tekintenie. És Kevin. Na, tessék, mondom, oda-vissza adogatják a stafét. Most jön Daninak a gyorsköre. Igen. Fú, nem is tudom, melyik futam volt már az tavaly, amikor... vagy tavaly előtt, de emlékszem, volt olyan futam, amikor 2-3-on minden második körben leggyorsabb kört futottak, így egymásnak adogatták. Hú, mikor volt már, az nem emlékszem, de tudom, hogy volt olyan futam. Vagy lehet arra gondolok, amikor Leclerc egymaga futotta a leggyorsabb kört 20-szor egymás után Ausztráliában tavaly. Végig szép idők. Akkor még mind elhittük. Közben CRS Rossi megelőzte Erkristófot. Pedig, ha jól láttam, az egyik Red Bull valószínűleg Janes volt, az elég szélesen vette a hármas kanyart. Rossi végre 10,5 másodpercről megkezdheti a felzárkózást. Szerintem élete vágya volt ilyen messzire kerülni az első kettőtől. Hát figyelj, ha azt mondta, hogy megígérte, hogy mindenkit meg fog enni, meglátjuk, hogy ledolgozza ezt a hát 14 másodpercet macsala mögött. Zárom figyelj, felad nagyjából. Igazából. Nem nehéz dolog, 15 kor alatt, 10 másodperces hátrány le kell dolgozni, meg kell előzni, Kevint, utána Danit, és végig ki kell autózni 3 másodpercet, itt 15 kör alatt. Mi sem egyszerű. Sok megpörgés közben fut egy leggyorsabb kört. Mondjuk azért te plusz egy pont jár. Természetesen az igen. És nem tudta megdönteni se Dani, se Kevin, úgyhogy szerintem álljod a nap versenyzője. Change my mind. Nem is tud most szegény jól autózni, de legalább amikor tud, akkor gyors. De azért tényleg reméljük, hogy innentől jobb versenyei következnek majd. Most pedig nem tudom miért van sárga zászló. Ilyen lesz, ha jól látom, ő az, aki kicsit visszalassított. Elengedett pár ember talán, ugye ő lekörözöttként. Na nagyon legyen útban, ez viszont örülök, hogy vannak ilyenek, ki gondolnak erre. Bár nyilván annak nem, hogy annyira nem jön össze a versenye. És hát továbbra is csak a vonatozás meg igazából. Egyébként, ha megnézed Dani és Kevin közötti távolságot, előbb 2,9 volt, aztán felment 3,2-re. Hoppá! És itt lesz a safety car! Kotvics! És itt a safety car! Oj, Kotvics! Na, akkor itt CRS Rossinak azért picit egyszerűbb lesz a dolga. Itt a csavar a dologban. Na, kérem szépen. Hát Rossi most foghatja a fejét a büntetés miatt. Ájod! Ájod! Hát még az ág is húzza szegényt. Azt a mindenségét, szegény ájod. Hát a éve én már tényleg felgyújtanám a játékot. Hát ilyen nincsen. Szegény az. Ez nem igaz. És Rossi nem áll ki a boxba, miközben Kevin is, macsala is megtette. Pályapozícióra próbál menni, de így is úgy is harmadik maradt, úgyhogy... Nem, most nem szoroz. Nem, megvan. Nem, másik. Nem, Kevin... Megvan? Első megvan. Hely. Első. Ó. Oh. Hát viszont van büntetése. Viszont... Kevin médium. Mi? Esik az eső, fiam. Kevin! Ne már! Hát házasak vagyunk, érted, hogy Ferrari? Ez nem a Ferrari, Istenem! A értem, hogy mi a Ferrari alcsapata vagyunk ebben a szezonban.
De azért nálunk vannak stratégiák. Isten, Fésre is dobja. Ott a harmadik helyem. Ó, és reszett a track. Azt hiszem. Ó, Kevin. Ez nem az RL Miami. Aj, T1. Ott azért már elállt az eső, mikor kiálltunk keményre. De itt még esik. Aj. Lehet ez lesz a ravasz. Várjál még vele, mert házos. Én hiszek benne, hogy azok lesznek a ravaszok. Én hiszek benne. Én hiszek benne. Lehet, hogy te nem hiszel benne. És szegény a jót. Hát ilyen nincs amúgy. Ilyen nincs a világon. Szegény ember, bassz. Azért Ion is meghúzta. Azért még ő is meghúzza a ravaszt. És amúgy Janessa nevem mikor esett ki? Janessa nevem? Az mondjuk engem is érdekelne arról, én is lemaradtam. Most tűnik fel, ő mióta van? Annyira kielemeztük Kevin közepes gumiát, hogy arról lemaradtunk. Fel se tűnt, most tűnik fel. Jaj. Valószínű, valamikor Kotvics után, mert nem sokkal látott. Az incident. És Céres Rossi mit csinál? Rossi fölteszi a slicket, fogadjunk. Lemerem fogadni, hogy fölteszi a slicket. Hát akkor én tényleg megfordulok kétszer az ágyon. Nagyon gyorsan tedd vissza azokat a médiumokat, ha az van kirakva. Médium? És humbosznak is! Bátrak, már figyelj meg, elállt az eső. Elállt az eső, de nézd meg Kevin, úgy driftel, Jani belső nézetét nézve, mert Kevin igazából drift versenyre is merevezhetne most. Hát én nem érem. Meglátjuk, hát, hogy... Figyelj, valószínűleg a verseny végére... Valószínűleg a verseny végére jobb lesz a slick. De... Hát az még 5-6 kör. Már elállt az eső, de... Az még 5-6 kör. Szerintem... Meglátjuk, figyelj, tényleg RL Miami-ban is az volt. Ott is, nem is tudom, 8. körben álltunk ki talán, miközben Humboldt ellopta az autót. Hogy... 8. körben bejött a safety car. Volt, aki már kiállt keményre, volt, aki a következő körben, volt, aki még később. És ott igazából úgy indult újra a verseny, egy ilyen 2-3 kört még nagyon szenvedtünk a keményeken, aztán már azért jó volt az. Csak mondjuk az nyilván még verseny eleje fele volt, meg kemény gumikon volt. Meg azért Miami is egy picit más pálya, mint a Hungaroring. Hát, az nem tudom, hogy leszorító hogy erős, tehát itt azért könnyebb átállni a slickre szerintem, mint mondjuk Miami-ban, ilyen ötös szárnyakkal, meg ilyenekkel. Nem tudom, hogy jöjj hát bele. Meglátjuk. Hát szerintem ezzel Marcello Dannynek odaadták a futam győzelmet. Várt ki a végét, még megyünk egy kört a safety mögött. Nem biztos. De elmegyünk. Megyünk? Nagyon lesz a kíváncsi, hogy most milyen gumit tesz fel a Ferrari. Uha. Vissza az Intert. Vissza az Intert. Jó! Mondjuk neki nagyjából teljesen mindegy, de még orkúcsa. Szerencsétlen. Hányszor volt már a boxban? Megmerjem nézni? Ne. Négy. Legalább most nem állt ki senki sem slickre rajta ki. Well, nem, gyakorlatilag ő sem arra, úgyhogy... Figyelj, én kétszer voltam kint boxban. És az is so. Hát mondjuk az pont nem volt, csak mert ez az utolsó pár körre, az a soft azért nagy húzás volt. Hát igen, azt hiszem, de hát utolsó körre az értető, ugye? Én azt nem értem, hogy rajtam kívül miért nem álltak ki softra. Mert hogy azt hiszem én voltam... A pályapozícióra játszottak sokan, gondolom. Szerintem nekem összejött. Hát figyelj, a harmadik hely szép és jó. Többet nem lesz olyan. Na most viszont kör végén már tényleg újraindul a futam. Bár cigi, amennyire szenved még keményeken, nem olyan újra biztos fog ez, indulni. Most már azért illene. Szóval minden körl, amivel tovább húzódik az újraindítás, annyival jobb azoknak, akik slickre váltottak. Magyarán... Cigit, hát ha megnézed, ez egyáltalán nincsen inter taparás. Miért hardra? Nagyon messze van. Hát igen, az meg a másik, hogy 12 körre, hát a softon több mint 20 kört mentek el közepesen jó páran. Mennyit? Akkor most... 20? Hát, ó, Humboldt! Ajja, McLaren! És az egy reset track. Azaz! Az még egy tízes.
Én safety Hirtelen time-ra nem tudom viszlek. már, hogy ki is a versenybírója a médiumnak, azt hiszem Meisner Budapest, hát lesz dolga a Rissetu trackeket illetően. Eddig kettő volt, azt hiszem. Legalábbis kettő, amit láttam. Láttunk? Ja, tényleg Kevinnek is volt egy, ugye? Akkor ő már igazából esélytelen a győzelemre. Akkor eddig már is volt az volt. Kumbosznak is. Kevinnek? Nézzük, megérte. Kimaradt Kevin a hitelen, falba. Vagy, és Kevin el is dobta. Hát akkor Kevinnek tényleg nincsen sok esélye. Ó, szegettem, tolalt. Na el, Kristóf, most 4 tizedről úgy, mint egy tavaly. Dob be! Nem, ő nem puszta meg azt a ramaszt. Kéne még? Annyira nem, de várja még vele. Na nézzük, szerző negyedik! Szerző! Szerző negyedik helyen, parádés, de várjál, Tébence, bedobja 2 kilométerről, na, és ott van. Na, üski szerző, gyerünk, paf, dir! Na, és elférek, jó, megnyugodtam, itt már azért nem lehet ott tartani az autót. Meg lehet csinálni, de eléggé veszélyes. Igen. Hát, Rossi 3 másodperc le van maradva, de már 80 fok körülé ez a közepes. Még egy két kör is szerintem jó lesz, de addig lehet már olyan sokat fog bukni, hogy azt már nem lehet visszahozni. Ez Rossi itt rendett el a futamat. Orzalmas. Amúgy, az mekkorát menne egy szerző dobogó? Várjál, hát figyelj, negyedik helyen ott van és elég jó pozícióban van egyelőre. Rossi barátom, mint tényleg nem akarok ellened lenni, de azért most. Most az egyszer sergés már meg azt az Alpint. Most nem azért, de gyakorlatilag egy szektorlat bukott 5 másodpercet, tehát hogy esélytelen az a közepes. Tényleg még kell egy-két kör, míg nagyjából megmelegszik. Macsadani. Szóhat 4 most már, igen. Ott folytatja, ahol lehet abban. Nem is kell, lehet nem is kell 2 kör. Csak 2 kör. Így már 80 fok fölött van Rossi, következő körben már egy 30 környéke lehet, hogy meg lesz neki. Itt most Laurent egyelőre úgy fog átmenni rajta, mint kése vajon. Azt nem értem, Rossi miért akar védekezni? Nem védekezik. De miért nyomott el 40% erszint? Mit csinált? Nem 40-et, de elnyom. Egész egyenesen végignyomta az overtake-et. Rossi? Tehát, hogy értem én, hogy vannak rossz döntések, de amikor esélytelen vagy de semmit 80% a tudásod, akkor miért kell overtake-et nyomni? Én ezt már megmondtam neked tavalyi szezonban is. Azért van, hogy nyomja az meg. Tehát... Jó van, de ha gyakorlatilag semmit nem nyersz fel, akkor minek pazarlod? Nem. Ez a rab... Figyelj, most ha megnézed igazából, 5 kanyar alatt kapott 4 másodpercet Rossi. Szerintem az teljesen vállalható. Nem sok. Nem ebben a körben még nem igazán használhatóak ezek a slicket. Nem, az ilyen 28. kör körül, de most már tényleg 86-87 fok, Rossi a falban mindjárt, nem ment el addig, macsora közben tovább gyorsult, és megy utána, majdnem ment utána Humboldt is. Rosszikám, ezzel nagyon rossz döntés hoztál. Ezzel tényleg. Most pedig Cigit fogja megenni Kevin mindjárt, ha csak nem érnek össze, de reméljük nem. Cigi védekezni fog? Védekezik? Hát, de hát nem, nincsen taparás ezekon a keményeken. Közepeseken sincs, akkor keményektől mit várunk, érted? Nem benyomnám itt a full TC-t, aztán meg zsatardagos. Hát hiába, ha gyakorlatilag 7-esben 260-nál jön meg tényleg az a lóerős nyomaték, ugye, amit már tényleg, ami már nincsen leszabályozva a kipörgésgátlóval. Van benne valami. Meg igazából úgy megy az autó, mint a félgázon lennél, tehát igazából nem azt nem szoroz. Nyilván jó, hogy nem dobod el, de azzal megint... Azt te is látod, hogy szerző Máté másodpercen belül van? Nincs. Lesz. Előbb ott volt. Most még messzebb van, mint előbb. Halvány napsugarakat vélek észrevenni. Pár percen belül napocskára számíthatunk. Éles Rossi. Pedig ismét megcsúszott. Szerintem nem fogja megenni a mezőn, de javíts ki, ha tévedek. Figyelj! Az ég kék, a zöld fű,
Nem Ráadásul kék azt a az meccset. égére, hogy elnézem, ez szürke. Jó, most... And another one. And another one. Rossz, mert szóval inkább fánkozik. Hát figyelj, Lóránt leggyorsabb körfent intereken. Nincs ezekkel az interekkel még baj. Nem, nagyon jól működnek. Van, tökéletesen működnek. Szerző 6-10-en belül, szerintem most vérszemet kapott. Szerzőnek megjött a kedve a vezetéshez. Hát dobogóért kinek nem jönne meg? Na Kevin, eldobott futam után azért még leggyorsabb kört oda csap. Oda néz. De biztos, hogy lesz még annál jobb kör. Rossz itt továbbra is fánkozik. Oda néz szerzőt. Nézd meg. Ebből dobogó lesz. Mindjárt lekörözik. Szerző. Élet a formájában. Hárban nem ment ilyen jól. Most tényleg vérszemet kaphatott. Vagy a bögötet ébence is közeled. Krasz ilyen lassú? De hát, hogy Krasz lassú. Hát annyira nem mondanám, hogy lassú. Na, ki áll Krasz? Mennek fel a slickek! Na végre! Kis izgalom! A család a mi! Kedvenc pilótám! Várj, most kíváncsi ez. Rossi megunta. Ennyi pörgés-forgás elég volt. Na és akkor most vajon még koraiak el a slickek, vagy már nem? Máté hibáztatott. De ez most nagy lehetőség lehet azoknak, akik kimaradtak interen. Máté itt megelőzte a két alfa. Alfa? Az. Aztán. Előbb még nem azt mondtad, hogy dobogós lesz. Most akkor már megél hazudtál nekem. Nem szoktad még meg. Nem hiszem el. A rohadt életben szerző top 10-ben nem lesz benne. Repülnek a leggyorsabb körök Kevintől közben. Szerző top 10-ben nem lesz benne. Nem az, hogy dobogós nem lesz. És Humboldt közben pozícióért csatáznak, ilyen lesz kilépett. Eddigben volt. Azt mondjuk úgy erős. Na mindegy, nézzük Humboldt. 90 fokosak már azok a közepesek, ez most már nagyjából üzemmelegnek tekinthető. Most jön a kérdés, vajon Kristóf jár-e jobban azzal, hogy kimaradt még egy kört, vagy Mocsola azzal, hogy kiállt? Ú, Mercedes, Petronas AMG. Nem más, mint Lorán. Egy Mercedes, nem Mercedes, szokták mondani. Ki az Lorán? Ah. Nem a Mercedes. Mercedes 8. helyen. Óriási verseny van a Mercedesnek. Ó! Oh! Dávid! Az én... Az Isten áldjon már meg téged, de olyan mondtam. Bocsánat, semmi. Nagyon rossz versenyed volt. Dávid, én többet ne gyere. Oda néz! Meghúzták a váratlan, felment a soft. Felmentek a lágyak, let's go. Az óriási. Az első. Máténak felmentek a médiumok. Az igen. Mátét meg fogják kenni, de meg igazából mindenkit, akik közepesen van szerintem. Humboldt leggyors, akkor már 23-6. MRC, CRS. Ne haragudj, légy szíves. De ha jobban meglézed, 10. Ha jobban szemügyre, ja 11, bocsánat. Hazudtam. Ész, Mocsolán médiumok vannak, el Kristófon szoftok. Töröd, mi az előnye még így is a közepesnek, hogy az a lágy azzal elmegy 33. körig és meghal. Figyelj, nekem 7 kör kibírt. De nem tempóval végig. Az más. Közepessel el lehet menni 20 kör tempóval. Jó, az talán kicsit túlzás, de 15-öt el. Azért látom, hogy nagyon szeretik az emberek kiszélesíteni azt. Igen. Az alézit. Én is azt én is szerettem kiszélesíteni. Addig, ameddig nem vágtak hozzám egy 3 szöket. Elárulom neked a nagy titkot egyébként, hogyha nagyon kiszélesíted, akkor nem büntet. Hát... Ha csak egy kicsit, akkor büntet. Mocsola, Dani. Mocsola leggyorsabb kör. És nézd meg, kettő most már. Mocsola élete formájában. Nem tud közeledni szoftra lel Kristóf. Ha már most melegednek, még csak be a szoftok, várják. Már most vannak 90 fokon, tehát Kristóf innentől egy 10-es kört fog menni, figyeld meg. Mennyit? Ennyi költői túlzás volt. Na, az az 1.20-as ezért picit... Barátibb mi? Barátibb. Én mentem 1.18-et és az volt nálam a leggyorsabb kör.
17-8-at mentem talán. Én se. De a leggyorsabb kör az barnája volt. 16-8 talán. Hülye, 17-8 az nem elég a leggyorsabb körhöz, nem vetök? Hát... még egy... nagyjából 10 kört kellett menni közepesen, barna meg kiállt 2 körre lágyra. Tehát... ja. Értsd a különbséget. Lásd a különbséget. Szerintem... szerző... megrált meg az ötödik hely. Hát a dobó az elúszni látszik. Hát még T-Benz és Krassi kiütheti egymást. Hát, meglátjuk. Viszont Kristóf tényleg közeledik macsolához. Mi meglepetés lágyon. Majd elmúlik. Úgy érzem. Így, az már 19-2. Csak 19-2. Akárhogy nézem, szárad a pálya. Ilyen bős megfigyelés. Most ilyen Will Buxton-szerű megfogalmazás. Mond? Will Buxton-szerű. Hopp! Jani meghúzza a váratlant. Ajajajajaj, a Merci fánkozik nekünk egy kicsit. Jani pedig megelőzte. És Lorand. Lorand. Óriási tempója lett volna. Na szerző. És Jani. Hát igen, gyorsak azok a lágygumik. 18-9. Kevin. Gyorsulunk, 18-6. Aha. Tetszik. Gyorsulunk. Gyorsulunk. És csak Kristófot. Mm-hmm. És csak Kristófot. Most az ERS-ére nem esek pillantást. Ezt akartam mondani. Nézzék Kristófra. Én nézek Kristófra, mit nézek rajta? Nyomja azt a 600. ERS-ét is. Másodpercen belül van Kristóf. Majd rám. Ezt nem nézzük. Mindjárt elmúlik. Hászal van. Figyelj, taktika. Ház masterplan. Figyelj. Megoldjuk, ez az én csapatom. Megoldjuk. Kristóf, én küldöm neked az erőt. Ha most úgy jársz, mint a Mercé. Kevintől az összes erszet. Aha. Mondjuk 8 tizedről kíváncsi vagyok, milyen na támadást akar indítani 5% erszet. Emlékszel a tavalyi múlvomra? Most, Sandy! Há? Majd a Mansellba. Na most. 5 tizedről. Dir, mehetsz. De, mondom, majd a Mansellba. Fék nélkül bele dur. Hát ez elég széles lett. Lorand. Na mindjárt elkezdhetjük sorolgatni meg a neveket? Lehet. Álljad boxba, fölteszi még azt a friss lányat. Ezt nem hiszem. Hát ilyen amúgy van. Én földhez vágom a kontrollert. Oké. Okay. Vágjad nyugodt, videót azért küldjön. Szerencsétlen, álljad, hát ezt már nem hiszem el. Fölment az a lágy, hadd szóljon. Az úgy megvan, hogy álljad nem... Hoppá! Közel. Álljad! Hát gyakorlatilag kijött a boxba és falba vágta, MRC megforgott. De jó, hát álljad, mi történt? Az kék a fű, meg zöld. Kijött a boxba és falba állt, álljad. Mi történik álljaddal? 50-20-as szárnyakat hozott, vagy mi? Jó kérdés. Szegénynek annyi tapadása van, hogy az valami vicc. De konkrétan az. Kristóf pedig közeledik. 4 tizedről. Sandy! Ide új közel! Tényleg, és akkor hát, lenne még egy kérdésem. 2 tized, de ha közelebb lett volna. Kevin közben... ez az interjú dolog meg van tartva amúgy? Interjú dolog? Nem tudom. Én nem tudok róla, hogy meg lenne. Én sem. 18-2 Lorand. Álljott 3. Álljott 3-szak. Valahogy a szoftal jobb futama volt. Úgy emlékszem, de már meg nem mondom vele neked, hogy ott mi volt. De nem ahogy biztos. Nézem, Kristóf szépen csillesen 100 fokos gumikkal kocsikázik. Mennyi? Ez ilyen 100-102 környéke. Ah. Jók azok a lágyak, szokás mondani, de figyelj, igazából a macsola is 100 fokon van a közepesekkel, úgyhogy annyira nem meglepő. Így szerző ötödik lesz, úgy nézem. Hát, mivel Jani nem bírta elhagyni, azért valószínű, és innentől már nem is fogja tudni elhagyni. Tekintve, hogy ott is azért ilyen 103-102 fokos gumik vannak, meg hát lágy gumik. Hát ez gatya. Kristóf pedig már másodpercre gyakorlatilag 9-10-ről. Már nehéz támadást indítani. Emlékszel, amikor a negyedik körbe oldaltam a csalának a futam győzelmet? Aha. Nem rőttem mellé. Várjál, még eldobhatja, de lekopogom, ne dobjál.
Ajod, meg, szegény megint kiáll, de hát azokkal a vágyakkal már nem fog gyors kör futni. Na most legalább nem dobta el. Nézd el a jó oldalát. Vár. Igaz. Szegénynek amennyire nem jött ki. Nálam a ájott szellem. Inkább nem új semmi. Melegkörözöttként van, és ott van mögötte szerző. Dupla lekörözés? Hú, szegény. Hát azt hiszem már több, mint dupla. Tripla nincs. Nincs? Hát... Nem tudom. Humbasz! Nem tudom mennyi, de szegény meg humbasz. Sok. Volt egy tizedik helyettesú. De egyébként is kétszer ja. Kapok már ezzel büntet, nem? Hát akkor mindegy. Ja, bocsánat, kilencszek. Hát mindegy. Szerintem... Karinnak pedig 5 másodperce volt, úgyhogy itt szerzőnek lehet nem lesz meg az a... az ötödik hely, ha... Vessünk egy pillantást. Danira, megérdemli. Macsalára. Igazából rajtól kezdve vezette a futamot és be is húzza. A szezonnyitó nagy díjat Macsara Dani az első, R. Kristóf a második. Rassi végül behozza az alpinját a harmadik helyre. É, Bence, óriás, itt már negyedik hely. Jani ötödik. És szerző meglett. Meglett szerzőnek. Kérdésünk, mert el tudjuk-e majd venni Janitól a büntit, vagy nem? Lóránd a kilencedik. Amilyen rosszul kezdődött a futamagon, számítottál volna erre? Nem. Hát gyakorlatilag volt ő is lekörözve, nem? Aztán volt. Csak majdnem? De, volt. Honnan hozta ezt? Sírba hozta vissza Lóránd a mai futamját. Jani, bejött a hatodik helyre. De én aztán csak a 12. helyezettünket. A pekszem! Nem ez volt beleírva abba a szerződésbe, barátom. Sok gumit nem hagy a kocsin, annál többet az aszfalton. Itt pontokat kéne szállítani, barátom. Elengedte Demercét, az a kőkemény 2 plusz pont. Tiszta szégyen. Az a pecs. Dávid vérgyilkosokat fog neked küldeni, úgyhogy csak úgy szól. Oh! Opa! Opa! Ez sem úr beleírva a szerzőt. Olyan... A pekszem! Apexünket megtalálta egy rambagi. Nem az volt a terv, hogy a Red Bull első szárgyát elvisszük. Az se rossz, nyilván az se rossz, de hogy azért nem ez az elsődleges terv, tudod? Ezért Apex mellett említsük meg, hogy Emerc azért megfutotta a leggyorsabb kört a végén. Meglett neki? 18-2-vel megfutotta. Figyelj, na azért még nyom nekünk egy-két fánkot, Apex, ő is nagyon meg lesz dicsérve az adminok által, igen. Ha kitöröd a kereked, mérges leszek. Pontokat már hallod, Apex, tényleg meg leszel verve, nem csak Dávid, hanem az adminok által is. Apexem, azok a gumik jók lesznek jövő hétre, menj már, na azért. Hát itt spórolunk. Társadalmas gumikkal célba ért. Apex, keki. Spórolás, meg kikérem magamnak aztán. Kicsi a büdzsé? Aha, hát figyelj! Nekünk kell fizetni, hogy vezessük a házt. Aztán érted? Megérte a házhoz mellentek. Na, térjünk el ettől a poénos témától. Macsara Dani azért eléggé durván behúzta ezt a versenyt. Ünnepelőtt azzal az egyes rajtszámú Red Bull kormánnyal a kezében, ami mondjuk picit érdekes, hogy Max Verstappen kormánya van nála. Na de mindegy, tekintsünk el ettől is. Lényeg, hogy behúzta ezt a szezonnyitó versenyt a Hungaroringen. Eléggé jó verseny volt, gyakorlatilag az elejétől végig vezette a versenyt, kivéve akkor, hát csak akkor nem állt az első olyan igazából, amikor kiállt a boxba hamarabb, mint a többiek. Ájodnak 8 kiállás érdekel? Mennyi? 8. Uramisten. MRC-nek is van 5. Na, és 3 kör kapott szegény Ájod. Na, nézzük, akkor itt van a végeredményünk. Macsara Dani, hát elég jól megnyerte ezt a versenyt. Skotwich bent volt idáig. Nagyon jó. Na hát, velem majd még elbeszélgetek. Na, R. Kristóf végül is a második helyen, azért neki sem volt olyan rossz futama, pedig egész futamon ugye kicsit hiányosnak tűnt a versenyt, amikor például Macsalához képest, de azért elég szépen behozta ezt a második helyet. Karaszi a harmadik helyen, azért nem rossz ahhoz képest, hogy két hete volt visszatérő futama. T. Bence a negyedik helyen zárt, szerzőnek végül is megvan az ötödik hely, Janinak a hatodik,
Carlito a 7. helyen gyűjtögeti a pontokat a Úgy, mint Ferrari-nak, tavaly. 8. helyen Kukla, 9. helyen sírba hozta vissza ezt a futamot Lórán, Ez a neve? Imbossa 10., Sigel 11., MRCV is csak ellopta azt a leggyorsabb kör 12., Kevinünk a 13. és Ayad az, aki még célba ért be. Szegény picikét lemaradt, és szerző pedig írja egyébként, hogy Kotvics stratéga volt, úgyhogy azért maradt bent. Na, kis csapat összjáték, ez viszont tetszik. Na de viszont szeretnél még bármi mondandót mondani a versenyhez? Szerintem nagyon nincsen más hozzáfűzni való, annyi, hogy tényleg a jövő héttől akkor nem lesznek felvezető körök, illetve akkor jövő héten találkozunk Így van, Kínából, de Kínában. örülök neki. Na de, szerintem köszönjünk el. Szerintem mindenkinek a kedvenc pályája lesz, na és akkor Így van. tényleg szeretnénk megköszönni mindenkinek a figyelmét, valamiért beültetett engem a játék meg az AlphaTauriba. Hát akkor én már nem bírom, várjál. Számával, apek szálljál már ki, légy szíves. Nagyon van szóval. Elköszönöm szépen mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Ez volt a második szezonunk nyitánya a Hungaroringről. Hát jövő héten picit messzebbre repülünk. Reméljük azért sok repülőautó nem lesz majd. Hát. És akkor a távol-keletről jelentkezünk jövő héten. Nagyjából ugyanebben az időpontban. Így van. Picit előbb. Ugye a lobbival volt baj. De én mi szeretnénk megköszönni erre a versenyre a kitartó figyelmet. Én Lightpants voltam, mellettem kollégám Turbó Tomi segítette a munkámat, és akkor jövő héten találkozunk. Sziasztok! Közben azt még megvárnám, hogy Kukla Airlines lesz majd. Ezt érte nekünk Kukla ketten? Hát reméljük azért nem, de hát majd meglátjuk, hogy hogyan sikerül, reméljük nem. Na, szóval akkor tényleg nem szeretném elismételni azt, amit Lightpants, úgyhogy jó éjszakát, sziasztok!